a tények tükrében ki kell jelenteni, hogy a Fidesz munkaügyi és gazdasági politikája nem illiberális, hanem teljességgel neoliberális. Ez azt jelenti, hogy számos olyan fontos területről, amely nemzeti szempontból ténylegesen jelentőséggel, stratégiai jelentőséggel bírna, egész egyszerűen onnan az állam, a kormány kivonul. Ilyen a munkaügyi ellenőrzések világa is, amelyet ma már nem is munkaügyi ellenőrzéseknek, hanem foglalkoztatás felügyeletnek, ellenőrzésnek neveznek. Minden esetre itt van a kezemben a munkatörvénykönyve, nem túl vaskos kiadvány, és számos ponton tudnék én is kritikát megfogalmazni a benne foglaltakkal szemben, sőt, lehet, hogy majd egyszer a Mi Hazánk mozgalom egy teljesen új alapokra helyezett új munkatörvénykönyvét alkot, azonban jelen pillanatban még az is nagy előre lépés lenne, hogyha az itt leírtakat maradéktalanul betartanák a munkáltatók. Ehhez azonban logikusan következik, hogy munkaügyi ellenőrzésekre van szükség, mert a munkaügyi ellenőrzések például a tavalyi évben is rendkívül nagy arányban tártak fel szabálytalanságokat, 14 ezer ellenőrzés volt tavaly, és 78%-ban tártak fel különféle szabálytalanságokat. Leggyakrabban fekete foglalkoztatottságról volt szó, vagy a pihenő és munkaidővel éltek vissza. A baj az, hogy tendenciózusan csökken évről évre a munkaügyi ellenőrzések száma, és ha visszamegyünk akár 10-12 évet az időben, akkor még azt láttuk, hogy akár 50-70 ezer munkaügyi ellenőrzés is jutott egy évre. Ma nyilván ennek már csak a töredéke valósul meg, amely még kiszolgáltatottabbá teszi a magyar dolgozókat. A kormány, az állam pedig, mint mondtam, kivonul erről a területről, és hagyja, ahogy ők mondják, a piac, de valójában a vadkapitalista rendezési elvek oldják meg ezt a problémát. Ez már így is katasztrofális következményekhez vezetett, ezért a Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza, javasolja, vagy ha úgy tetszik, felszólítja a kormányt, hogy figyeljen oda jobban a munkaügyi ellenőrzések intézményére, gyakorlatára. Nyilván ez az is kell, hogy a benne érdemi munkát kifejtők erkölcsileg, anyagilag nagyobb megbecsülést ileljenek, de összességében erős munkaügyi ellenőrzések nélkül nem tudjuk megvédeni a magyar dolgozókat, márpedig a Mi Hazánk mozgalom célja az, hogy megvédjük a magyar dolgozókat.